A mai nap a Tokaji Szent Tamás pincészetnek a MÁD borát fogjuk kóstolni. Ez a bor egy 100%-os furmint, tehát 100% furmint szőlőből készült. Általában ajánlom, hogy mielőtt a bort kóstoljuk, kicsit tekerjük meg ezt a poharat, és hogy a bort így körbe forgassuk meg a pohárba. Ennek az a jelentősége, hogy tulajdonképpen fizikai törvény, a molekulák a borba felmelegednek, egymáshoz ugye dörzsölődnek, és kinyílnak, jobban kijön a borból a különböző illatok, tehát ezeket meg tudjuk szagolni. Először, amikor bort kóstolunk, először mindig megnézzük a borban lévő anyagot, hogy milyen színű, milyen az állaga, hogy néz ki ez a bor a pohárba. Nagyon fontos. Többször észreveszünk, hogy az emberek mennek kóstolni, és megfogják a poharat, és kóstolnak. Nem fogjuk meg a poharat, azért van ez a stem, nem is tudom, mondjuk, a szára a pohárnak, tehát a talpa a szára, hogy minél távolabb fogjuk meg a poharat, tehát egyrészt ne melegítsük fel, ha ez esetleg egy fehér bor és megfelelő hőmérsékletre van hűtve, ne melegítsük fel a bort a kezünkkel, másrészt ne befolyásoljuk, amikor megszagoljuk a bort. Ebben nagyon az ásványosság jön ki, a gyümölcsösség, és számomra egy nagyon kis egrest, friss egrest érzek az orron, ami jellemző nekem, de ezen kívül az ásványosság dominál. Kedves egészségedre! Egészségedre! És úgy kóstoljuk meg a bort. De finom. Nagyon pont kellemes. Pont annyira savas, ami pont nagyon-nagyon kellemes, hogy elmennek. Igen, ez egy nagyon jól. Az ízek, az ízanyagok nagyon jól harmonizálnak a borban. Itt is kijön ez az ásványosság, ami egyébként ez a MÁD bor, tulajdonképpen a 100%-os furmint azért is lett olyan népszerű, és azért is olyan sikeres. Egyrészt a nagyon jó mikroklíma, ami ezen a részen megvan, MÁD községben például. Azon kívül, tehát a mikroklímába beletartozik a környezet, az éghajlat, a mennyi eső esik, a talaj körülmények, és ezt nagyon jól kihasználják a borászatban, és megmutatják, hogy ez a szőlő mire képes ezen a területen. Még annyit árulj el, hogy a nézőknek mit ajánlasz emelni a bor mellé, mit fogyasszanak? Hát ez a bor, ez a MÁD furmint, ez nagyon jó csak aperitívként is inni. Tehát például egy nyári melegben, amikor a bor kellemesen be van hűtve, kiülhetünk a teraszra, és ihatjuk csak aperitívként is. Nagyon friss, zamatos, kellemes illatanyagokkal, és nagyon jó kísérője lehet egy kellemes kis beszélgetésnek kora este délután. De hogyha ételekről beszélünk, akkor a fehér borokat általában ugye fehér húsokkal ajánljuk. Ez a bor is attól függően, hogy van elkészítve, lehet nagyon jó kísérője egy csirkéből készült ételnek, de nagyon tudom ajánlani például egy salátához. Főleg fehér húsokhoz, és ha a salátán van egy kis fehér hús, tehát gondolok én itt egy nem a magyaros uborka salátára, de például egy cézár salátára, akkor ez a bor nagyon kellemes kísérő lehet annak is, ami csirke is van hozzáadva. Egy csirkéből készült étel, amihez esetleg fehér öntet van, tehát nem egy paprikás csirkére gondolok. Én úgy gondolom, hogy a kóstolás egy élmény, a borfogyasztás egy élmény. Ajánlom a kedves nézőknek, hogy vegyenek a kezükbe egy poharat, bontsanak fel egy üveg bort, egy MÁD furmintot, és kocincsanak a barátaikkal az egymás egészségére, és élvezzék ezeket a kellemes zamatokat és ízeket. Egészséget! Egészséget!